Ez a kisfilm a tavalyi Tour de Hongrin készült. Hatalmas sikere volt az országot átkerekező versenynek, ezért nem kérdés, hogy idén is megrendezik, jelentette be L. Simon László államtitkár. Idén, június 28-án a Fertődi Eszterházi kastélytól fog indulni a verseny. Az államtitkár elmondta, a magyar kormány számára kiemelt fontossággal bír a sport támogatása, ahogyan az is, hogy egy ilyen jellegű rangos nemzetközi esemény megmutassa Magyarország szépségeit. Nem csak a sportról, nem csak az egészséges életmódról, nem csak a kerékpározás népszerűsítéséről, hanem az ország imázs építéséről is szól egy professzionálisan megszervezett verseny. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Tour de Hongrie lehetőséget ad a magyar épített örökség bemutatására, a legizgalmasabb turisztikai helyszínénknek a médián keresztül és a sporton keresztüli támogatására, fölkarolására is. Az országos körversenyre 20 csapat kapott meghívót. A tervek szerint 25 ország, 120 biciklise fog rajtozálni. Erről már a szervezőbizottság elnöke beszélt a sajtótájékoztatón. 700 kilométer 6 nap alatt, júni 28 és július 3 között, 700 kilométer keresztül Magyarországon, ez a Tour de Hongrie ez évi útvonala. A versenynek 9 állomása lesz, közülük az egyik Cegléd, jelentette be az elnök. Innen a mezőny átautózik az Alföld közepére, Cegléden lesz a rajtunk, a Kossuth téren fog elindulni a mezőny. A rajt tehát Fertődön lesz, majd Szombathely, Keszthely, Siófok, Cegléd, Karcag, Kékestető, Gyöngyös következik, a befutó pedig a fővárosi Várkert bazárnál lesz. A Tour de Hongrie tudnivalóit a Bringa Expo-n mondták el az illetékesek. A legnívósabb magyar kerékpárkiállításnak idén minden eddiginél több látogatója volt.